Na, Cseszke, sziasztok, vannak itt a következő videóval, és ma újra pankrációs videóval jöttem el nektek, ma folytatjuk egy-egy bajnokságunkat. A mai nap Shrek Samár ellen fog megküzdeni, Nikkei Törti Chris Advice ellen, Goku Piccolo ellen, és Ádám Martin Szoboszlai ellen. Ó, és megérkezett Shrek, itt van a ringben, nagyszerű! Nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy copyrightos a zene, szóval... Ó, már ezért el is kezdett imádkozni, odafigyel, LWO-s ifjú Shrekünk, mindegy. Menjünk tovább Samárra. És Samár is megérkezett a ringbe, neki nem tudom, hogy milyen zenéje van pontosan, lehet, hogy neki is ugyanaz, tehát lehet, hogy nem őt csak kellett sokáig nézni. Annyira hülye feje van, hogy az hihetetlen. Hogy néz ki szegény bakker? Nem is akarok sok időt elcseszni ezzel, szóval nézzük is a meccset. Samár felugrott a kötélre, és gyönyörűen ráugrott Shrekre. Mondjátok, akinek szurkoltok, Shrekre ráugrott Samár páros lábbal igazából, és még egyszer ráugrott páros lábbal, azért mondjuk egy Samár ráugrál páros lábbal, az mondjuk eléggé fájdalmas tud lenni. Kicsit elég furcsán néz ki amúgy Samárnak a farka, már nem rosszból. No. Shrek ráállt Samárnak a testére, rúgdossa át, ez... Azért egy nagy darab ogre rááll a testedre, az lehet, hogy még rosszabb, mint amikor egy Samár páros lábbal rádugrik. Ki tudja igazából, nem ugrott még rám se, igazából egy Samár sem, nem egy ogre. Mindegy, próbálkoznak szétszedni egymást, Shrek egyelőre brute force-ot, az erejét használva üti őt. Samár megpróbálta elkapni Shrekket, viszont Shrek visszalökte őt, és Samár felborította, hogy volt ennyi ereje, hogy fel tudta borítani a nagy darab ogrénkat. Egy, kettő, és kiugrott Shrek. Nem vet még véget Samár ennek a meccsnek, és megint folytatja a páros lábbal ugrálást, és utána a rúgdosást. Hát igazából egy Samárról beszélünk, nem csodálkozok, hogy a lábát használja. Mondjuk tekintve, hogy figyelj, egy Samárnak végül is ez, itt most a keze is a lába, nem? És elővett Samár egy kukát, igen, ugye továbbra is Extreme Rules meccs van, bedobta a ringbe, amit Shrek ki fog használni arra, hogy megfordítsa itt a kockát. Felkapja őt, megpróbálja kidobni a ringből, de inkább csak hozzávágja a sarokhoz, és lehet, hogy a kukát fel fogja használni ellene. Hoppá, Samár kihúzta a lábát Shreknek, és megint megpróbált ráugrani, de Shrek már kiszámítja ezeket a mozdulatokat, és visszafordította instant. Jó, mondjuk Shrek, az tegyük hozzá, hogy ő volt a legtöbb elimination-ös, ami valaha volt szerintem Royal Rumble-be, szóval nem csodálkoznék, hogyha most... szétkapná Samarat, és a seggét bele Samár arcába! Jaj, ne! Shrek, mit csinálsz? Miért? Miért kell ezt tenned szegény Samárral? Lehet, hogy ez lesz a vég, a bíró úgy rúgta fel a kukát, ahogy csak lehetett, de Samár kiugrik! Samár, képes rá! Shrek elővett egy kalapácsot, megpróbálja most Samarat azzal kicsit legyengíteni. Samár vissza is menekült inkább a ringbe, azt mondta, hogy inkább itt megvárlak. Felkapta ő a kukát, kiüti meg előbb a másikat. Samár megütötte a kukával, és utána hozzávágta Shrek fejét a kukához. Először látom kukát használatban szerintem meccsbe, de nem biztos, lehet már egyszer használták. Nem emlékszem már, őszinte legyek pontosan. Samár most megint valami újat keres a ring alatt, ő létrát vesz ki. Ő nagyon ezeket a, hogy mondjam, ezeket a itemeket veszik ki, amiket setupolni kell egy kicsit, és nem csak használod őket. Samár rámegy jobban a taktikára, míg Shrek igazából a, hogy mondjam, a nyers erővel próbálkozik. Shrek megint valamit kikeres a izé alól, és egy kendo stick, ahogy mondtam, nyers erő, ameddig Samár a taktika. Megpróbál Samár felállni, de nem fog neki sikerülni. Ringen kívül nem tudom, hogy most be van állítva, hogy ki lehet számolni. Az nem volt bent előző videóban se, aztán Extreme Rose az volt, de nem volt beállítva, hogy ringen kívül ki lehessen számolni. És neki lökje a létrának, gyönyörű mozdulatok Samártól, kihasználja az adottságokat, amiket ő adott magának igazából. Most gyönyörűen rá tudna ugrani Shrekre, és ráugrott, és ketté tört a létra! Ketté tört a létra! Shrekken ketté törte a létrát Samár, és Shrek instant felállt. Azért ez most már egy egészen erős durabilityt mutat a ugrénkban igazából, és viszi is el Samarat, aki visszaült, azért nem hagyja ennyire könnyen, azért Shrek csak-csak le van valamennyire gyengülve attól a létrától, azért eléggé fájdalmas lehetett, mondjuk Samárnak is amúgy valószínűleg, mondjuk ő azért egy puhábbik részre érkezett Shrekre igazából. Shrek elkezdte lepakolni a kommentátori asztalt, amit Samár lehet, hogy ellene fog használni, kivéve, hogyha Shrek ellöki őt a retekbe, és visszamegy a ringbe, most már ő be szeretné fejezni a meccset. És Samár, szerintem ez egy signature move, micsoda mozdulatok, úgy pörgött Shrek körül, mint a nap forog a, vagy mi a föld forog a nap körül, mindegy.
És talán ez egy finisher is volt, amit kihasznál Samár arra, hogy kiszámolja Shrek-et. Szerintem Samár véget vett az Ogre-nak. Samár véget vetett az Ogre-nak, az első ember, aki ténylegesen véget vetett neki. Shrek megnyerte az egyik Royal Rumble-t legtöbb Elimination-nel. Még senki nem tudott véget vetni a Domination-jének, de Samár most megoldotta. De szerintem ne is húzzuk tovább a szót, menjünk tovább a Nikkei 30 versus Chris Advice meccsünkre. És Chris Advice megérkezett papító, hozza a pozitivitást a ringbe! Maybe if the stars align, maybe if the worlds collide, yes, papító itt van. Ha nagyon-nagyon nagy ellensége lesz azért, de figyelj, a pozitivitás megtartja, a béke szigetének itt van a főnöke, a mestere, a tulajdonosa. És érkezik Nikkei 30 is, never back down and never give up. Ó, oh, hát már izé mutogat az embereknek, yes, a pozitivitás neki is azért itt van, azért hát... Valamilyen szinten hasonló, valamilyen szinten különböző emberekről beszélünk, de lényeg a lényeg, hogy mindketten az elég erős ellenfelek, és emellett Nikkei 30-nek van egyébként már egy öv a zsebében, ugye a, hogy mondjam, a duo bajnoki öv, amit Tomato Head-del együtt elnyertek ugye az előző bajnokság alatt. Chris Advice-nak azért nagy feladata lesz azzal, hogy ő vele elbánjon most. És el is kezdődött a meccsünk. Chris elkapta Nikket, és megpróbálja őt kidobni a ringből, de nem inkább levállalja. Igazából Chris nagyon rámed most arra, hogy izé agresszivitás van, most nincsen izé, mi az béke. Viszont egészen szépen vissza is fordította Chris ellen a meccset. Ez a mozdulat, ezt nem tudom, hogy mit érez ilyenkor Nick Bakker, de mindig izé visszafordítja ezzel a mozdulattal a meccset. Chris nekirögte a kötélnek, és BOOM! Micsoda a levegőben lerúgja őt, igazából mellkason rúgja. Utána elkezdi, hogy mondjam, elbow droppolni őt, egymás után háromszorra, négyszer akár. Nicknek, ha jól láttam, lyukas a gatyája. Mi a halál? Nem húzza ki egy Russian leg sweep-el a lábát, mert Nick visszaüt szokása szerint. Ezt a csávót nem lehet megállítani. Nem lehet megállítani ezt a csávót, Bakker. És még le is dodzsol, átugorja, és... Na jó. Na jó. Megpróbálja kiszámolni. Egy... Kettő! Gyors kiszámolás lett volna egyébként, meg kell, hogy mondjam őszintén. Chris visszaütött neki, és most ugyanúgy csapkodják egymást, mint én meg az Erik, vagy pedig KD Cody és KD Dave. Ajjaj, nagyon megy itt oldavisszázás, és vajon melyik fogja megállítani, vajon Chris vagy Nick fog véget vetni ennek oldavisszának? Ajjaj, egyelőre nem Chris sem, szerintem Nick fog véget vetni most azonnal. Nem! Még Chris visszaüt! És akkor most vet véget Nick neki! És nem, mert Chris visszaüt! Mi a halál? Megy neki is itt ez a izé csapkodás? De jó ég! Mi történik? Jó, megálltak, vége van. Vége van itt a izé pofoszkodásnak. És Chris egyébként ő jött ki végül győztesen ebből a nagy pofoszkodásból, ahogy egyelőre tűnik. Egy kendo stickkel próbálja meg Nicket megtámadni Chris Advice. És talán össze is fogja törni rajta, hogyha ügyes vele igazából. És nem tudta összetörni rajta, de kettő ütés beadott, egyikük se tudott látni a térben és a időben, és mindketten elmisszelték az ugrást. De lehet, hogy ez Chrisnek taktika volt arra, hogy Nick elmisszelje, és utána működjön a dolog. Ez Chrisnek ez a mozdulat jobban fájt, mint Nicknek. Adott egy German suplexet, és jobban fájt neki. Most egy székkel próbálja meg Chris szétütni Nicket, már csapkodja a földet is, de elege van Chrisnek, elege van ebből az egészből. Most már legyen vége a körnek, ő azt mondja. Nick egy asztalt szed ki, amit Chris megakadályoz, hogy használjon igazából Nick, és még szerintem rá is dobta azt arra, vagy lehet, hogy pont mellé dobta, de nyomja itt a suplex cityt azért neki, most biztos, hogy rá fogja dobni az asztalra. BOOM! Bele az asztalba egyet, és megpróbálj kiszámolni, ezt nem fogod kiszámolni még Chris, tehát, hogy most csak szorítottál rajta egyet és visszalökted a ringbe, ezt még nem fogod kiszámolni, azon is csodálkozó, hogy kettőig elmenti. Hoppá! Egy finisher! Egy finisherre készül Chris Advice! Egy finisher, és beadja, beadta a finishert Chris Advice, ami talán egy kiszámolással tud most járni esetleg. Gyerünk, maybe if the stars align, maybe if the worlds collide, yes! Chris Advice a győztesünk, megcsinálta a lehetetlen, legyőzte Nikkei 30-t és sörül neki, és nyomja neki a pozitivitásnak a főnöke, Nick, most ne, Nicknek most nem sikerült a Never Back Down, Never Give Up szöveg. És most, hogy Nikkei 30 és Chris Advice meccsnek vége van, mehet a Goku versus Piccolo meccsünk. És elsötétült minden, szerintem Goku érkezik a ringbe, kis, hát... Azt hittem, hogy Undertaker movement ez, de azért kicsit jobban fel van itt Goku készül, jobban fel van pörögve. Közben Piccolo is megérkezett a ringbe,
annak ellenére, hogy nem szeretem a karaktereket, azért megpróbálom bentartani magamban a lelket, és azért tovább nyomom ilyen aktívan azért itt a kommentátori pozíciómat. Remélem beállítottam egyébként, hogy Extreme Rules legyen. Na mindegy, remélhetőleg beállítottuk. Most Goku rúgdossa elsőnek Piccolót. Piccolo az pedig egyelőre nagyon nem tud mit kezdeni magával. Goku nagyon erősen kezdte a meccsünket. Egyelőre egyébként azt hiszem ugyanaz a statjuk jelenleg, szóval... Szóval azért nem lehet nagyon előnye senkinek. Mondjuk aztán hozzátenném egyébként Nikki történik nagyobb a statja, mint Chris Advice-nak, és eléggé moskosul Chris nyerte meg a meccset. Most már azért visszafordította Piccolo a meccset, és most nézd meg, csapkodja Goku fejét! Ezzel a hajjal nagyon hülyén néz ki, hogy csapkodja Goku fejét, vágod a izéhez, a ringhez. Ez most jelenleg egy kínzást láthatunk Piccolo részéről, hát szegény Goku az nem tud szegény mit kezdeni magával jelenleg. Örülnék is, ha kiesne. Menj innen, Goku! Még talán megszeretem Piccolót, hogyha kiszedi Gokut végre. Taposgatja igazából, most ezt nem tudom hogy kommentálni, gyakorlatilag felkapja a hajánál, fogja, taposgatja, szorítja, mindent csinál vele, ami nem jó dolog. Végre Goku visszafordított a Piccolo ellen, és Piccolo hátraugrott, és meg ők is elkezdik a csapkodást. Ne. De rohadtul ők is elkezdik a csapkodást. Ez valami trend ebbe a izébe? Ó, elkezdett Goku vérezni. A Goku vérzik. Mindegy, ez most valami trend ebbe a bajnokságba, hogy most itt mindenki csak így csapkodja oda-vissza egymást. Mondjuk Shrek és Samar között nem történt nagyon ilyesmi, amúgy egyelőre Goku sokkal többet ütött, mint Piccolo, viszont Piccolo tett pontot igazából a ügynek a végére, a mondat végére. Nem biztos, hogy beállítottam az Extreme Rules, mert nem nagyon mentek ki még fegyverért, hogy őszinte legyek. Van Extreme Rules, akkor de akkor bent van Extreme Rules, akkor mindegy. Hoppá! Piccolo szétüti Gokut, és még rá is ugrik! Akkor csak igazából annyira tisztelik egymást, hogy nem akarnak azért fegyverrel oda csapni egymásnak. Végül is azért kettő csapattársról van szó, hát mondjuk a... azt hiszem a Dragon Ball-be ellenségek, de... lényegtelen, itt csapattársak... Jó, elkiabáltam. Piccolo megy kézé fegyveré. Egy kendo sticket hozott... Mi? Kivette a kendo sticket és visszavágta a földhöz. Tehát azért ez most már next level okosság. Látjátok? És ti ezt szereti... Hoppá, és animáció van! Hoppá, és animáció! Odafigyelj, Goku, vagy ez Piccolo ki fog ugrani Gokura! Micsoda! Páros lábbal nekiugrott! Piccolo megint keres valami fegyvert, talán most ezúttal használni is fogja, most egy kalapácsot vett elő, és használni is fogja most ezúttal. Most nem csak ledobja, mint itt azt a kendo sticket, az hogy került arrébb? Azt arrébb rakta valaki, nem? Na mindegy, érdekes. Goku elvette a kalapácsot, és ült vissza a saját fegyverével Piccolónak. Goku, hogyha kalapáccsot tud nyerni, akkor egy szar darab. Na, nyugalom. Hoppá! Piccolo visszavette a kalapácsot. És kiütötte Goku a kezéből a kalapácsot. Nem volt ideje Gokunak visszalökni Piccolót a ringbe, viszont Piccolo most talán ő maga fogja visszavinni Gokut a ringbe, és véget vethet a meccsnek, kivéve, hogyha inkább keres még egy fegyvert, ami ezúttal egy kuka lesz. Minden meccsbe hoztak be kukát amúgy eddig, tehát hogy mi a tököm történik. És egy spear! Piccolo adott egy speart Gokunak! Egy, kettő, három, Piccolo megnyerte a meccset, végre ez a csiska Goku kiesett a meccsből, köszöntem szépen, viszont hallásra, viszont látásra, odafigyelj. Mondjuk őszinte legyek, hogy lehet jobban ültem volna Gokunak most így jobban átgondolva, mert most így átgondoltam, hogy mi lesz a zenéje Gokunak, és amúgy sokkal jobb lett volna azt most így a videóban többet hallani, mindegy, lényegtelen. És menjünk tovább az utolsó meccsre a mai nap, Adam Martin versus Szoboszlai Dominik. A kettő elég régi csapattárs megküzd most egymással. És Adam Martin, a viking, a Kratos felkészült, hogy bejöjjön a ringbe, csapkodja a melkasát! Micsoda, micsoda! Most be van rage-elve, készen áll arra, hogy szétkapja Szoboszlait, a régi csapattársát, legalábbis hát a mostani csapattársát, aki már szint úgy érkezik a ringbe, azért most már neki is elsötétültek a fények, és ő is ilyen kis chillesen megérkezik, ő azért kicsit nyugodtabb ebbe a meccsbe, ahogy bejön. Lehet, hogy ez a nyugodtság fog a vesztje lenni, de lehetséges, hogy túl feszült Adam Martin, és Szoboszlai ezt ki tudja használni a magabiztosságával. És Adam Martin visszalökte, és le is nem letaposta, de lerúgta Szoboszlait. Szoboszlai egy kicsit csillesen indult azért neki ennek a meccsnek, ami egyelőre, ahogy látszik, nem fizetődik ki túlságosan. Adam Martin szétkapja őt, ahogy egyelőre tűnik, de Szoboszlai vissza is fordította. Lehet, hogy mégis jó volt az, hogy ilyen azért nagyon nyugodt volt, nagyon összeszedett volt. Adam Martin megpróbálja kiszorítani, aki inkább átdobja a feje fölött igazából őt. Adam Martinnak a lábmunkája gyönyörű, egyszerűen nagyon szépen szétkapja Szoboszlait, viszont Szoboszlai is egyébként nagyon okos és nagyon gyorsan ki tudja használni a, igazából az adott lehetőségeit.
Azért kettő focistáról beszélünk, szóval azért egy csomó rúgást láthatunk szerintem majd a meccs alatt. Kidobta Ádám Martint Szoboszlai. Szoboszlai keres valamit a ring alatt, valami fegyvert, Ádám Martin ott fekszik mellette, egy kalapács. Egy kalapácsra nem számítunk úgy pontosan egy focistától, de figyelj, lehetséges, hogy ez lesz a győzelmi taktika. Szoboszlai az nem akar rámenni egyébként arra, hogy most itt nagyon nagy 1v1-et menjen Ádám Martinnal, inkább megpróbálja a fegyvereket kihasználni. Most Dominik egyébként nagyon szétszedi Ádám Martint a ringen kívül, kivéve, hogy ha pont amikor elkezdek beszélni, akkor fordítja meg Ádám Martin a meccset. Már egy ideje csak Dominik üti őt, de hát inkább Ádám Martin azt mondta, hogy ha már mi az visszatértünk, és a kamerát már ti is látjátok, akkor most már inkább visszafordítja a meccset. Egy székkel készül a vikingünk arra, hogy szétkapja Szoboszlait, aki elkezdett vérezni, Szoboszlai vérezni kezdett, és Ádám Martin üti őt a földön. Lehet, hogy szét fogja törni rajta még ezt a széket. Lehet, hogy még ennek a széknek vége lesz. Nem! Pont szerintem még egy ütést kibírt volna a szék, de Szoboszlai kirúgta a kezéből Martinnak. Szoboszlai megy vissza a ringbe, és Ádám Martin viszi magával a széket is, még azt az utolsó ütést be akarja adni Szoboszlainak. Azt hittem bedobja a sarokba, reméltem, hogy az... Haló? Martin? Mi csinálsz? Most ez miért? Párzási tánc? Vagy mi a tököm történik itt? Na, csak bedobja a sarokba a széket, az jó lenne. Na, azt adnám. Hoppá, hoppá! Ne oda! Ne oda! Másik sarok! Testvér! Lögd már be a sarokba! Ó, ki fogja számolni a retekbe. Nézd meg, hogy néz ki szegény Szoboszlai. Egyből kiugrott! Egyel kiugrott! He? Az ilyenre nem számítottam, hogy hirtelen mindig lög be a sarokba. Kíváncsi vagyok már, hogy néz ki az animáció. Valaki lökje be a másikat a sarokba, már tök mindegy, hogy ki, csak lökje be valaki a sarokba. És rá fog ugrani fölülről Ádám Martin Szoboszlaira, ha nem miszeli el. Mindegy, lényegtelen. Hát nézd meg, hogy fordítja vissza. Szoboszlainak nem érte meg egyébként ilyen csillesen bejönni a ringbe. Ádám Martin túl be volt rage-elve. Lehet, hogy azért jött ilyen csillesen, mert tudta, hogy veszíteni fog. Lehet, hogy ő már elengedte a meccset, az úgy jött be. Mondjuk azért. Nem tudom, akkor inkább kihagyhatta volna a meccset, mint hogy most itt izé végigbírja a kínzást. Hát te most csak szivatsz, ugye? Ez most csak egy rossz vicc. Hoppá, vége van! Random véget vetettek, ilyen sem volt még, hogy egyik se ütötte meg a másikat, és úgy lett vége, hogy egyszer csak úgy gondoltak egyet, és akkor elsétált az izé Ádám Martin. Már megint egy kuka! Hát ki gondolta volna, hogy lesz egy kuka a meccsbe? Szoboszlai kimegy a ringből. Egy kendo sticket is hoznak. Gyakorlatilag minden fegyvert felhasználnak egymás ellen, ami benne van a játékban. Szerintem, na mindegy, lényegtelen. Ezt lehet, hogy törni fog az a kendo stick, hogy Ádám Martin nem akar nagyon dodzsolni, viszont kidodzsolta, viszont így is törni fog. Ha még egyszer megüti Szoboszlai, akkor... De nem! Nem üti meg még egyszer, akkor a törésig nem jutott el a kendo stick, szerintem egyre egy ütésre van egyébként a kendo stick is, és a izé és a szék is attól, hogy törjön. Ádám Martin lög már be a sarokba, hát ez egy ollós rúgás volt, ennek vége. Nem tudjuk meg soha, hogy ennek a széknek mi lenne az animációja. Hogy a rohadt életbe. És Ádám Martin megnyerte a meccsünket, hát a Viking azért be volt feszülve a meccs elején. Szoboszlainak nem érte meg ennyire csillesnek lennie. Na mindegy, én pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkom, akkor is lájk, ne felejtsd el feliratkozni, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!